Nyíregyházi lett az év apa példaképe. Kis Ari Károly, a Rejtett Kincsek Down Egyesület elnöke kapta a Férfiak Klubja 2018-as második Gránit Oroszlán példakép díját apa kategóriában. Nem lehet mindenki gazdag, híres vagy szerencsés, jó ember viszont bárki lehet. Ezekkel a szavakkal jellemezte a díjazottakat a Férfiak Klubja alapítója. Köszöntöm a stúdióban Kis Ari Károlyt, a díjazottat, a Rejtett Kincsek Egyesület elnökét. Jó estét kívánok! Szívből gratulálok ehhez a díjhoz. Beszéljünk egy picit erről a díjról, hogy tulajdonképpen mi ez, kinek a felajánlása, és hogyan került egyáltalán képbe, hogyan terjesztették önt erre elő. Ugye itt a Férfiak Klubjának az alapítója, a Bedő Imre, akinek az előbb idézetét ugye felolvasta. Ők már korábban megalapították ezt az alapítványt, aminek a célja az, hogy valahogy a családon belül az apa szerepre fókuszáljanak egy kicsit. És hát 2017-ben volt az első díjazásuk ugye ebben a Gránit Oroszlán díjban, akkor 4 kategóriával indultak, volt ez az apa kategória, a tanár, a mester és a közéleti szereplő, és idén ebben az évben a felelős üzletemberrel bővült ugye ez a kategória. Ugye itt a különböző szerepekben itt a férfiak fontosságára, ezeknek a férfi attitűdöknek a megjelenése a családban, a pedagógiában, a mester példaképben, hogy ezeknek a fontosságára szeretnék ők felhívni a figyelmet. És ugye itt most a családok éve is van, az Emmy is csatlakozott, és hát más támogatók is ehhez a programhoz. És én úgy tudom, hogy augusztusban lehetett pályázni, augusztus körül volt a pályázati beadási határidő, engem kollégáim jelöltek, ugye... És tudott róla, hogy fogják jelölni? Nem tudtam róla, olyan október körül kerestek, hogy döntős lettem, és hogy akkor a döntősöket elhívják egy gála estre, ahol adott kategóriánként 3 döntősből ott fogják megmondani, hogy ki a nyertes. Ez az a folyamat, amit évesz, és minden évben, most már akkor második évben, és hát most már bízom, hogy egy harmadik évben is a díjjal kapcsolatban így végigfuttatnak. Mi az, amivel jelölték a kolléganők? Mi az, ami megfogta a zsűrit? Egyáltalán hány jelölt közül választották? Én úgy tudom, hogy ilyen 140-es jelölt szám volt. Talán ugye, ezért nekem van egy fogyatékossággal élő lányom, Down-szindrómával született az Eszter, és ugye ott talán ott ez a példakép rész az az, hogy ott mi nem torpantunk meg, hanem elindítottunk egy olyan folyamatot, ahol most már más családoknak is segítünk. Azért az jellemző, hogy az apák megrettennek ebben az időszakban, amikor valamilyen nem várt dolog következik be egy család életében. Sok család szét is hullik ilyenkor. Igen. Én azt gondolom, hogy ez egy jó próbája egy házasságnak, és én azt gondolom, azok a házasságok, amik tényleg úgy köttettek, azok egyben maradnak, és én azt gondolom, hogy nagyon sok férfi beleáll ebbe a sztoriba. Igen, vannak, akik nem, de szerintem azokról kell beszélni, akik meg igen. Az Egyesületen keresztül hány családot segítenek? Hú, hát most már azért az Egyesület is 20 éves, 2 korai fejlesztő intézménnyel, nagyon sok programmal. Nem kalkuláltuk, hogy hányan vettek, de már több ezres létszám van országos szinten azoknak a családok, akiknek valamilyen segítséget tudtunk nyújtani, akár közvetlenül, akár információ, program, vagy bármi egyéb, ez Magyarország, környező országok, nemzetközi területen, nem tudom, dolgoztunk már 10 akárhány országban, úgyhogy igen, szóval eltelt egy kis idő, és hát, hogyha az emberek dolgoznak, akkor vannak mögötte nyomok. Mik azok a főbb területek, amiben dolgozik az Egyesület? Mi ugye ezt a társadalmi befogadást tartjuk egy nagyon fontos területnek. Ugye, egyfajta érzékenyítést? Vagy? Igen, azt gondolom, hogy ez természetes, mi azt mondjuk, hogy ez, hogy az emberek különbözőek, és hogy ezt valahogy lehet természetesen is kezelni, akár a köznevelésben, akár a munkaerőpiacon. Én azt gondoljuk, hogy a fogyatékossággal élő emberek is képesek a boldog életre, és az, hogy mennyi lehetőséget ad neki egy társadalom, az a tipikus fejlődésüken múlik. És hogyha lehetőséget kap bárki, nem csak a fogyatékossággal élők, én azt gondolom, hogy lesz teljesítmény is hozzá.
Talán a Down-szindrómások azok, akik a leginkább élvezik ezt a fajta elfogadást. Ez lehet, hogy éppen a civil szerveződések munkájának köszönhető? Azt mondom, hogy a Down-szindrómásoknak van egy szerencséjük, hogy ez azonnal kiderül, ugye születéskor már ott van egy nagyon pozitív egyéniségük, amivel talán könnyebben tudnak beilleszkedni. Nagyon jól beazonosíthatók ők, ugye, mert vannak jellegzetes külső megjelenések, amivel egyfajta brandet képviselnek a fogyatékosság ügyén belül, egy jó, pozitív brandet. Talán ők könnyebben haladnak ezzel, érthetőbbek az ő üzeneteik, mint esetleg olyan fogyatékossági típusoknál, annyira nem jellemzően látszanak a tünetek, de mondjuk a viselkedésben jön be csak a történet, azt lehet, hogy váratlanabbul ér bizonyos embereket, ezért talán az első lépés, az első tolerancia lépése nem olyan, mint egy Down-szindrómással. Említette, hogy már 20 éve működik az Egyesület. Látják ezt a pozitív folyamatot az elmúlt 20 évben? Nekem egy nagyon nagy visszaigazolás az, amikor a szülők azt mondják, hogy örülnek, hogy Nyíregyházán születik fogyatékossággal, hogy a gyerekük nem az ország más részén, hogy itt olyan lehetőségek vannak most már, így az a köszönhetően a mi munkánknak is, most azt nem akarom szerénykedni ebben, mert azért ugye van egy jó korai fejlesztés, most már több iskola nyitott ugye fogyatékossággal élők befogadására, most elkezdünk egy nyílt munkaerőpiaci programon dolgozni, úgyhogy én bízom benne, hogy egy-két éven belül nagy számban fognak megjelenni fogyatékossággal élők nyílt munkaerőpiacon is. Szóval olyan mikrokörnyezet van itt Nyíregyházán, szerencsések vagyunk szerintem a kollégáimmal, akikkel együtt dolgozunk, a szülők, akik csatlakoztak a szervezethez, valahogy jól alakulnak a dolgok, én azt mondom, ahhoz képest. Azért egy kis elégedetlenség mindig kell, meg valami célok kellenek, hogy legyenek, de ezen kívül azt gondolom, hogy magyarországi viszonylatban Nyíregyháza egy nagyon élhető város fogyatékosság szempontja. Mondhatjuk, hogy kisebb fajta csoda, ami Nyíregyházán történik, és akkor utalnék a csodavárra, ami... Igen, csodavár, csodaváros, megvan a párhuzam. Kisari Károly, köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióba, és még egyszer szívből gratulálunk. Köszönöm.